Dr. Bálint Orsolya, a 14-es számú körzet háziorvosa, az első Béla gimnázium rendelőjéből költözött át a megújult épületbe. A területi ellátási kötelezettségem az Aliszka, a Barátság utca és annak környékére vonatkozik. Eddig a rendelő ettől a legtávolabb esett a Kadarka utcában volt, és most mindannyian busszal is, autóval is, de akár még gyalogosan is sokkal könnyebben megközelítik az épületet. Hozzátette, a járóbeteg ellátáshoz szükséges felszereléseket korszerűsítették, megkönnyítve ezzel a dolgozók munkáját, valamint a betegek kezelését. Vannak kis laborgépek, tehát ezekkel mondjuk gyulladásos faktorokat, de akár vizeletparamétereket is meg lehet határozni. Aztán boka-karindex mérő, korszerű EKG készülékek, hallás- és látásvizsgáló eszközök, Doppler ultrahang, ami mondjuk az érszűkület diagnosztizálásában nagyon jelentős. A Kadarka utcai rendelő kevés helyen rendelkezett, emiatt a betegek pozitívan fogadják az új, tágas, elkülönített várótermekkel kiépített épületet. Most helyünk is van arra, hogy használjuk azokat a korszerű eszközöket, amiket EFOPOS támogatásból is kaptunk meg, azokat is, amik már korábban megvoltak. A számítástechnika az a korábbival megegyezik, azokat már nem fejlesztettük, de nem régiben fejlesztettem a régi rendelőmben ezt. Most további beruházást nem tervezünk ugyan, de a jelenlegiek úgy gondolom, hogy a diagnosztikát nagyon-nagyon nagy mértékben segítik, és kevésbé kell igénybe venni a betegeknek a szakrendeléseket. Dr. Papp Zoltán háziorvos elmondta, információs táblákat helyeztek ki a könnyebb tájékozódás érdekében. A pácienseket a megszokott időben látják el, néhány változásra azonban számítani lehet. Ugyanazzal a rendelési időszakokkal dolgozunk, mint korábban. A rendelési időszakot, inkább így mondanám, osztottuk a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően különböző részekre, ami részben ugye a megelőző tevékenységet, illetve a gondozás szolgálja, illetve van mód ugye az akut betegeknek ugyanúgy bejelentkezni, mint ahogy korábban. Új bútorokat szereztek be, valamint az eszközparkot is bővítették, amely a praxis során tudnak majd használni. A körzet mintegy 2500 személy ellátását tudja biztosítani.